big booty bitches. Sziasztok, itt Clashy Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és volt egy tök jó kis clan warunk a clanommal, úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálok bele egy videót, és hát sokan is kérték a clanban, hogy ez történjen meg, ugyanis tök jó támadásaink voltak, úgyhogy ezt fogom nektek bemutatni, tényleg tök jó kis attackok lesznek, vágjunk bele. Nos, kacok, itt is lennék, és mint láthatjátok, napszemüvegben vagyok, és ez... Én mindig fulladozom. Szóval ez nem azért van, mert én így húgy de menőnek érzem magamat, hanem tegnap olyan szerencsétlenül jártam, hogy megcsípte egy méhecske a szemet, és iszonyatosan be van tagadva, és nagyon szörnyen néz ki. És a tegnapi videóban ezért is nem volt facecam, de most úgy gondoltam, hogy jó lesz ez így, megoldom. És akkor napszemüveget felvettem, és így nem látszik. Ne akarjátok, hogy levegyem, nagyon szörnyen néz ki, és fáj is, szóval ezt nagyon megszívtam. Tehát egy darabig most vagy így lesz napszemüvegben a videók, vagy nem lesz facecam. Ugyanis tényleg nagyon szörnyen néz ki, és nem akarlak titeket megrémiszteni ilyen dolgokkal. És hát látszikjátok Clan War-os videó a klánommal. Hát nagyon szépen teljesítettünk, 3 TH9-et leszámítva, akiket nagyon megszenvedtünk, és... Kicsit elszóltam magam a 444 Akadémiben, amikor voltam, hogy azt mondtam, hogy hú, most tök jól megy a TH9-einknek. Hát igen, amúgy tök jól szokott menni, de nézzétek meg, most 3 darab egycsillagot is hoztunk. Az elsőt Atek hozta, a másodikat is szintén Atek támadta, és majdnem meg lett a 2 csillag amúgy. A harmadikat én támadtam, a negyediket csup támadta 81%-ra, és viszont a TH 8-ak tökéletesen meglettek, és itt azért van egy pár TH-ét is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a vágásért elfelejtettem kiválasztani, melyik támadásokat akarom nektek bemutatni, úgyhogy ez most megtörtént, és akkor jöttek is támadások, és azt láthatjátok, hogy az ellenség klán egy egyes szintű klán, iráni klán, és hát azért egy pár ember ki is lépett tőlük, 17-en vannak. Ahhoz képest, hogy egyes klán, azt kell mondjam, hogy nem teljesítettek olyan szörnyen. Azért volt egy pár 3 csillagjuk, mondjuk az TH9-et támadták be, szóval azért mégis olyan jók, tehát azért látni rajtuk, hogy egy frissen alakult klán. És akkor most nézzük is az első támadást, ami jó magamtól van. Nos, ezt a bázist előttem támadták meg már gólevával. Egy gólemet vitt a támadó, amit én nem ajánlok, én mindig 2-t viszek, és az a jó ebben a bázisban, hogy az X-bolok szépen lefelé vannak állítva. Ami hátrány volt, hogy azt hiszem Levahound van, sárkány van a CC-ben, tehát Lightning Spell-t nem tudtam vinni, és ugye Dark Spell Factory-m az most nem volt. Úgyhogy nézzétek meg, hogyan történt. Ugyanoda raktam, hova az előző támadó, csak hát én 2 golemet vittem, és nagyon fontosak ez a pár vizárdit tisztítani, hogy a hősök utána biztos középre menjenek. És nézzétek meg, le is raktam a hőseimet, szépen beugrálnak középre. Ugye a Barki nem foglalkozik a sárkányon, hanem az Archer Queen gyapálya majd nem sokára, aztán pedig az Air Defense-et plusz az Air Sweeper-t és a Wizard Tower-t is sikerült leszednem, ami tényleg nagyon erőle. Jó előrehaladás, ugye a támadás elején. A sárkányt ugye sikerült likvidálni a Queen-emnek, és végül nem utolsó sorban a Wizard Tower-t is. Aztán a Dark Sturge-ot, meg a Mortar, tehát annak már annyira sok értelme nincs. És nagyon sokat segített, hogy az X-bolvok lefelé voltak állítva. Indult is a Goleva második része, a Levahoundok, Balundok. Szóval leraktam egy Levahoundot, pár balunt szétszórva minden épületre, második Levahound, harmadik, és még pár balunt ilyen csomagokba. Második részben ugye természetesen az a második Air Defense-hez. Aztán egy kicsit beparáztam, mondom, húha, nincs olyan sok egységem hátra, úgyhogy lerakok egy récpelt a Hidden Teslákhoz. Le is raktam, itt közben volt egy cannon, amit egy balunnal leszettem, és mind a két Lava Hound még életben van, de meg is haltak, ami nem is nagy gond, ugye, és a Lava Papok segítenek majd a tisztításban, és végül sikerült lerombolnom az utolsó Air Defense-et a Wizard Tower-re együtt, és most már csak a tisztító idő van. Juhu, és azt hiszem, azok az kis, nem ölték meg a Lava Hound-ot, a másikat, csak az egyik robbant fel, bocsánat, és ilyenkor már csak tisztító idő van, ami
Nagyon stresszes tud lenni, itt halt meg a Levan, ugyanis nem nincs meg és nincs rá elég idő, akkor nagyon ideges vagy, mert is 3 csillag lett volna, de itt szerencsére volt elég idő, és meg lett a 3 csillag. Ez amúgy, ez a támadás illene, ami tanulunk 3 csillagozni sorozatomba, de most inkább nem. Szóval a következő támadás a 6-os ellen, azért nem az 5-ös ellen, ugyanis azt egy TH9-ünk támadta be, mert több TH9-ünk volt egyel, ez is mindig fordítva szokott lenni. Szóval nézzük az új Peti 7 támadását. Egy Go Wild támadást láthatunk, 1-es Golem, 2-es Pekka, és annak ellenére, hogy azt szoktam tanácsolni, hogy ilyen gyenge sereggel ne támadjunk, nagyon szépen sikerült neki. Ez a támadás szépen tisztította a Wizardokkal, így a Pekkák tökéletesen középre mentek, mint a tegnapi videómban a 4-4-1 akadémiaiseknek, és az a Poison Spell kicsit meggyapálta a sárkány, meg a többi mindent, de a lényeg az, hogy a Pekkák itt kicsit elmentek oldalra, de hát középen nagyjából nincs is semmilyen védekezettség, azt az egy hidden tesztet leszámítva, szóval nem is volt nagy probléma, hogy közép, nem mentek középre. Aztán még van nála egy Raid Spell, és a CC-ből a 6-os Wizardok is előjöttek, és már csak egy Canon, egy Tesla és egy Mortar van hátra, és jó pár Wizard, sőt még ott Pekkákat is látok életben. Ugye ez a bázis kicsit nagyon nyitott volt, tehát az ilyen nyitotta bázisokat érdemes Pekkával támadni. Ugye sok helyen lehet Giant Bomb, szóval Hoggal egy picit veszélyes lehet, de tényleg a Go Wipe-el az ilyen nyitott bázisokat tök jól lehet megtámadni, és itt láthatjátok, Petinek sikerült is. Következő támadás. Delfin 992 antisárkányos bázis Hogriderrel támadta, CC nagyon könnyen csalogatható, ezt azt hiszem egyetlen egy Hogriderrel megoldotta, az ilyen bázisok tényleg nagyon rosszak, és sárkányon is 3 csillagozhatóak. Na nézzük csak, Delfin mit alkotott, de hát Hogrider a tuti 3 csillag nekem, én mindig Hogriderrel támadtam a második karakterem, mert TH8-as korában. Szóval Delfin CC-t csalogatott, egyetlen egy sárkány volt benne, pár Wizard és Archerrel elintézte. Hogyha egyszerre rakta le volna őket, akkor könnyebben meg lett volna, de nem ez a lényeg. Itt berobbant egy Giant Bomb, úgyhogy lerakott egy teszt, Healspad. És egy másik Healspad középre, és a harmadik szinte nem is volt szüksége. Nekem volt olyan, hogy egyetlen egy spellel sikerült le 3 csillagoznom egy ilyen bázist. Tehát egy, tényleg ilyen szinten egyszerű 3 csillagozni az ilyen bázisokat, nagyon gyenguszkák. Azért az a Giant Bomb majdnem megölte a hugokat végül. Szóval tényleg ne csináljátok meg ilyen bázis, mert nagyon könnyű 3 csillagozni hókkal és sárkánnyal. Go Wipe-al az ilyen bázisok nem a legszerencsésebbek. Viszont tényleg hókkal és sárkánnyal, igen. Most még egy Go Wipe-os gyöngyszem Dominiktól. Ez is egy viszonylag nyitott bázis, amire arra gondolok, hogy egy nyitott részek vannak benne. És itt az a vicces, hogy egyes pekkával és egyes gólemmel sikerült megszerezni a Dominiknak a 3 csillagot, ami tényleg iszonyatosan jó. CC csalogatás, 2 giant, ugye sárkány volt benne, egy is lehetett volna elég, az egy giant. De hát, azt ugye nem tudtuk előre, és egy Poison Spell a sárkányon annyira nem segített, viszont pár Wizarddal sikerült likvidálnia ezt a sárkányt. Úgyni. És hát akkor indulhat a Go Wipe fölülről. Két gólem ugye szépen bemennek, ugyanis nyitva van a bázis. Aztán Pekkák és Wallbreakerek oda középre. Pekkák is tökéletesen bemennek, ugyanis tisztított a támadó. És két healspell van nála, ami nem túl gyakori, de tökre segíthet, ugyanis bejöttek középre, és a gólem már kezd meghalni. Viszont itt szépen visszatölti az életét, és a Wizardok sem tudnak meghalni. Második healspell a bázis második felén történik meg, tehát már alig van valamilyen egység is hátra, és akkor kerül csak le a Raidspell és a healspell, tehát láthatjátok, hogy egyes gólem és egyes pekkával is lehet támadni, én nem ajánlom, mert tényleg van rá esély, hogy tényleg nagyon elrontod, de lehet vele 3 csillagozni. És ez volt a 9-es, akkor még két támadás, 11-es ellen, szintén Go Wipe, szintén 1-es, Pekka 1-es gólem, viszont sok Wizard, és az 5-ös Wizard már tényleg baromi jó. És pár Archerre letisztította a külső RMI kempeket, hogy biztos meglegyen a 3 csillag. Aztán a sárkány,
előtt a CC-ből, rárakott egy Poison Spell-t. Hát a parking az elég szépen eltévedt oldalra. A második spell is lehelyezésre került. Aztán szépen betörnek középre a gólemek. Harmadik heal spell teljesen életben tartotta a gólemeket és a wizardokat. A Barki nagyon szépen végigtisztított itt az oldalánál, viszont belehalt végül. És egy gólem még mindig életben van, egy pekkával és pár wizardra is meglett a három csillag. Ugye ez is viszonylag nyitott bázis, tehát azért nyitott a bázisokat érdemesebb pekkával támadni. És aztán jött az utolsó támadás. Jaj, ami egy Hogrideres atak lenne. Szépen CC csalogatás előtt a sárkány, és 40 darab BS van a támadónál, és nincsen Poison Spell, valószínűleg épp fejleszti a Dark Spell Factory-ját, és én nem ajánlom amúgy, hogy 40 archet vigyetek, ugyanis sárkány ellen az nem mindig jó, hanem kell egy-két üzárd mindenféleképpen, és hát akkor mennek is a Hogriderek, hú, szétszorva, CC-ben is Hogriderek, és ez egy nagyon egyszerű bázis, hogy nincsen hely dupla Giant Bombnak, és ilyen hírespelleket a Wizard Towerökhöz helyezte le, és hopp, ott egy Giant Bomb hely, és be is robbant, viszont semmi baj nem lett a hogoknak, majdnem az összes hog életben maradt, tényleg gratulálok Mr. TNT Boynak, ez tényleg egy szép támadás volt. És ennyi lett volna ez a videó, ennyi lett volna ez a War Recap Englishül. Egy elég jó Clan War volt, hát sajnos szegénykék nem nagyon tapasztaltak Clan War-ba, úgyhogy ezt elég szépen beálláztuk őket. Itt az elején ezt viszonylag elrontottuk, tehát hogy itt is egy egycsillag 81% ez az első kettő, meg viszonylag erős bázis, de egy kis hiba történt a támadásokban, így nem lett meg. Mindenesetre nem volt egy rossz Clan War, úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!